Ördög Noémi vagyok, festőművész, üdvözlök mindenkit az Adi 25 galériában. Itt nyílt a legújabb kiállításom Back to Nature címmel. A legtöbb munka 2020-as, és bele van keverve egy-két 2019-es, illetve 18-as is. A 2020-as évünk a vírusról szól, ezért a kiállításon lehet látni pár ilyen maszkos portrét. Tudni kell a festményeimről, hogy régi barokk festményeket használok föl, ezeket remixelem újra, és hozom őket kortárs kontextusba. A másik fő sorozat, amit itt kiállítok, ez a tájképportré sorozat, amiben a nézőt és a nézettet akartam egy síkre hozni, tehát ahogy amit az ember lát, amikor egy tájra néz, akkor ez az arcán visszatükröződik, tehát két síkot ábrázolok egy síkon, és ebből a sorozatból van itt folytatásként két másik. Ez is egy balatoni látkép, illetve ez egy Szinyei Merse Pál festmény, ez a tájkép, amit felhasználtam. Itt látható egy 2018-as festményem, itt Bugerónak az egyik apját használtam föl, amit éppen ugye Vénusz születését ábrázolja. Itt a vizet 3D-ben építettem föl, tehát úgy jellemző a festményeimre, hogy digitálisan előre megtervezem őket. Ezen a képen például 3D-ben is felépítettem ezt a vizet, illetve a jachtot, amin fekszik a hölgy. És akkor bemehetünk a belső részbe. Ez talán a legkorábbi kép, amit itt kiállítok, ez egy 2015-ös, ha jól emlékszem, és ugye ennek a abszurdum a lényeg ennek a kompozíciónak, hiszen itt lufikon látunk ilyen szadomazó öveket, és az egész szituációnak az érzékenysége és a lehetetlensége a lényeg, hogy akármelyik pillanatban kidurhatnának ezek a lufik, a realitásban meg nem is tudnának ekkora súly alatt lebegni, de egy festményen ez is lehetséges. Akkor ez a kép, ez Manet-nak az Olimpia újraértelmezése. Ugye az eredeti festményen egy fehér nőnek visz virágot egy néger felszolgáló, és ugye 2020-as évben volt ez a Black Lives Matter Movement, és ennek kapcsán kicsit fölturbóztam ezt a képet, és a fehér modell helyére egy fekete nőt helyeztem, illetve a néger felszolgáló helyére maga Manet van megfestve, tehát Wikipédiáról szedtem Manet-nak az egyetlen portré fotóját, és ő lett itt színesben megfestve, hiszen az eredeti fotó fekete-fehér. Továbbmenve, ugye itt a covidos képeknek a folytatása. Itt egy lélegeztetőgépen van Mária Magdolna, illetve ez egy orientális festmény, amire úgy szinte maszkot helyeztem, és hát egy kicsit ilyen télies, mozgalmas, hideg széli, szeles időt próbáltam átadni a festményem. Akkor tovább jövök ide. És ezen a festményen Szent Sebestyént látjuk. Ugye ő nyilak által halt halált, és itt egy kicsit próbáltam belevinni a humort, hiszen itt Cupido ül, és ugye Cupido is nyilaz. És gondoltam, hogy milyen lenne, hogyha Szent Sebestyént a Cupidóval együtt ábrázolnám, hogy ez jelezze, hogy hát ő mint férfi, itten szerelembe esett, és itt a Cupidó itt élvezi, hogy halálra nyilazza a szerelem nyilaival. Ez is egy 2017-es festmény, ez még hozzátartozik ahhoz, ami ott kint volt elől. Itt is ugye 3D-ben felépítettem a teret, de amúgy itt is, tehát ez is
maga az épület része az a La Murala Roja által inspirált, ez egy Spanyolországban található épület, ami teljesen rózsaszínre és kékre van festve, és nagyon sok lépcső van az egész, mert is nagyon hangulatos az egész, és úgy gondoltam, hogy ennek a képnek is ez a háttér, ez nagyon jól passzol. Illetve igen, itt is ugye maga jacht is fel van építve, és el van helyezve benne Bugaró egyik atya. És akkor itt, ez itt a Home Office címet kapta. Ugye nagyon sokkal egész évben otthon kellett dolgoznunk, és ugye hát azért az ember talán otthon nem annyira szorgalmasan dolgozik, mint egy irodában, és egy kicsit ezzel akartam játszani, hogy az emberek talán kicsit ellazítják magukat. És kívülök. És akkor igen, ez az utolsó kép ebben a szobában, amikor elkezdődött az első lockdown Budapesten, akkor mentem egy varrógépet javítatni, és amikor jöttem vissza, akkor ugye álltam a piros lámpánál, és egyszer csak figyelmes lettem arra, hogy a szemközti háznak a harmadik emeleti balkonján egy hölgy riszálja magát, és nem volt rajta bugyi, az úgy látszódott, csak úgy látszódott, hogy ilyen pixeles volt ez az üvegrész, tehát csak annyi látszódott, hogy hát nincs rajta bugyi, és nyilvánvalóan önmagát árulta, és volt ugye fölül rajta egy átlátszó póló, és ez engem annyira megihletett, hogy annyira megtetszett, hogy milyen hát úgy leleményes, vagy hát, hogy erre a helyzetre kényszerült a hölgy, hogy a balkonon táncoljon. Úgyhogy ezt is megörökítettem. És akkor itt még két tájképportrét látunk, itt pipacsmezőkkel ábrázoltam. Tehát így ezekben a tájképportrékben igyekszek magyar tájakat ábrázolni, és úgy gondoltam, hogy a pipacsmező is olyan, ami nagyon sokszor előfordul Magyarországon. És ez az utolsó festmény itt. Tulajdonképpen ez egy 2013-ban kezdődött sorozat volt, ahol a gyümölcsökre trópusi halaknak a bőrét használtam. Tehát a bőre, tehát a héja az almáknak, az trópusi halakról van mintázva. És ez a kis kukat, ez egy angolul úgy hívják, hogy jewel caterpillar, ez egy ilyen kis, egy ekkora kis hernyú, üveghernyúnak hívják angolul, és én ezt így fölnagyítottam nagyon nagyra. Az egésznek van egy ilyen génmodifikált hangulata, illetve itt vannak ugye az ikrák, amiből ki kell ez a kis hernyú, és hát az egész egy kicsit ilyen topzódás, és hogy úgy odavonza az embernek a szemét, akár bele is akar harapni, ugye ezekben a gyümölcsökben, de ezeknek a halaknak, ugye pont amelyik halnak ilyen nagyon színes textúrája van, az mindig mérgező. Tehát azért benne van ez a kettőség is, hogy az ember megenni, de nem lehet, mert ugye mérgező. Úgyhogy igen, úgyhogy körbeértünk, és remélem tetszett, és várok mindenkit szeretettel, aki eljönne errefele a Rózsadombra, az Adi 25 galériába.